úgy gondolom, hogy alapvető hibákat vétettünk, és ezért hagytuk el ma vesztesen a mérkőzést. Úgy érzem, hogy nem lehetszottunk alárendelt szerepet, de az nagyon nehéz és rossz kimondani, hogy újfent a szimpatikus vesztes szerepét játszottuk el. Most is merem mondani, hogy ennyi helyzetet NB1-es szinten nem lehet kihagyni, és itt ki is emelném azt, hogy nem azok a játékosok hibázzák el a nagy lehetőséget, akik első vagy második mérkőzéseket játsszák, hanem akik mögött már mondhatni azt, hogy több száz NB1-es mérkőzés van, ezt ez a csapat nem fogja elbírni, és nem is bírja el, mint a jelek mutatják. Másodszor kapunk pontrugásból gólt. Én azt hiszem, mérkőzés előtt meg van beszélve, kinek ki az embere. Ilyen hibát megint csak azt mondom, hogy nem lehet véteni. Ezen a szinten sok embernek át kell gondolni, át kell értékelni az eddigi teljesítményét. Ahogy nekem is, a jelenlegi helyzetben egy-két dolgot magamban le kell, hogy vezessek, át kell, hogy értékeljek. Én is hibáztam itt a mai mérkőzésen. Lehet, hogy volt olyan játékos, akit nem kellett volna szerepeltetnem, de sajnos nem vagyok orvos, nem tudom a diagnózist felállítani, és én hiszek a játékosaimnak, sőt, mondhatom azt, hogy ezután is hinni fogok nekik, és bízom bennük, mert ebben a csapatban sokkal több van, de szerintem aki kim volt a mérkőzésen, vagy aki látta a Diógyőr mérkőzésünket, az is alátámasztja, hogy ez a csapat amilyen célt kitűzött maga elé, azt véghisz tudja vinni, viszont ahhoz, hogy meglepetést okozzunk, ahhoz ennél jóval több kell. De szeretném hangsúlyozni, hogy bár nagyon sokat gyakoroljuk, és lehet, hogy ez a probléma, a helyzet kihasználásunkon sürgősen javítanunk kell.